A szervdonációs rendszer egyik legnagyobb nehézsége a társadalmi tájékozottság hiánya. A 2014-es évben több mint 70 ezer páciens várakozott vesére, májra, tüdőre, szívre, hasnyálmirigyre vagy épp vékony bél átültetésre az Európai Unióban. A donor szerv hiány miatt 12 ember hal meg naponta. Tájékoztató a szervadományozásról. Hogy kezdődik? A súlyos agykárosodást szenvedett beteget kórházba szállítják. Ott alapos kivizsgálás után mindent megtesznek az életének a megmentése érdekében. Az ezt követő napokban a családtagok rendszeresen látogatnak, érdeklődnek, és így folyamatosan tájékoztatást kapnak a beteg állapotának alakulásáról, változásáról. Mi a legnehezebb? Hozzátartozóként végig várjuk és reméljük az állapot javulását. Életünk egyik legnehezebb pillanata, ha a gyógyulás reményéről szóló hír helyett arról a tényről kapunk tájékoztatást, hogy szerettünk meghalt, agyhalott lett. Gyakran ilyenkor hallunk először a szervadományozás lehetőségéről, mellyel az agyhalott, azaz halott, de dobogó szívű elhunyt szerveivel egy másik ember életét tudnánk megmenteni. Ezek a beszélgetések nagyon megterhelőek a hirtelen gyász miatt, ezért a beszélgetésekre felkészült orvosok mindent elkövetnek a család támogatása érdekében. A részletek ismertetése után időt és lehetőséget adnak a hozzátartozóknak az elmondottak megértésére, kérdések megfogalmazására, megválaszolására és az érzelmek kinyilvánítására. A tragédia elfogadása mellett az is nagyon nehéz, hogy a hozzátartozók, mivel az elhunytat már nem lehet megkérdezni, néha úgy érzik, hogy nekik kell felvállalniuk a szervadományozással kapcsolatos döntést. Hozzátartozóként az elhunyt életében kinyilvánított végakaratát kell tiszteletben tartanunk és képviselnünk. Mit jelent az, hogy a szervadományozás során az elhunyt testét tisztelet övezi? A transzplantációs célú szervkivétel steril körülmények között műtőben történik. A beavatkozás végén a holttesten ejtett vágásokat öltésekkel zárják, s így a testet külsőleg helyreállítják. Éppen ezért a szervadományozás nem sérti a test külső épségét és az európai országokban elterjedt temetkezési szokásokat. Az elhunyt nyitott koporsós temetése is lehetséges a szervdonáció után. Halálunk esetére szóló szerveinket érintő transzplantációs döntésünk családunk terheit könnyíti meg, adott esetben pedig életeket ment.